A britannica.com weboldalon egy érdekes dolgot olvashatunk Pöblosszal kapcsolatban. Ez ugye a Britannica enciklopédiának a weboldala, az online elérhetősége, és így szól: Pöblosz, modern nevén Jubail, vagy Jubail, or Jebail, a Bibliában azonban Gebálként fordul elő. Nézzük meg, hogy hol is fordul elő, és mi az, amit ki lehet deríteni Gebálról. Ez pedig Tehelim, 83-as fejezet 1-től 8-ig, mely így szól: Elohim, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Elohim, mert ímé háborognak ellenségeit, s gyűlölőid fejöket emelik. Néped ellen állnak, tanácsot gondolnak, s védenceid ellen terveket szőnek. Azaz arról beszél, hogy az ellenségei szövetkeznek ellene. Azaz már akkor is volt összeesküvés. Szóval mindazoknak, akik arról beszélnek, hogy ez csak összeesküvés elmélet, itt van egy. Asszáf egy összeesküvésről beszél. Arról, hogy Jahua ellenségei, az ő gyűlölői összefognak, és az ő népe ellen terveket szőnek. Ezt mondják: gyertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé így Izrael nevét. Miért? Azért, mert tudták a pogányok, hogy az ő uralmuk csak is kizárólag addig tart, amíg Izrael nem követi Jahua útját. Onnantól kezdve Izrael uralkodni fog a világon, hiszen megmondta Jahua, hogy amennyiben követik az ő utasításait, onnantól kezdve ő lesz az, aki az élükön jár, és akinek, aki előtt Jahua jár, az uralja a világot. Ezért szőttek terveket, és ezért történt ez az összeesküvés. Hatos, mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, szövetséget kötöttek ellened, azaz összeesküdtek Izrael és Jahua ellen. Egy szívvel, azaz egyként. Kik ezek? Az edomiták, ezek Ézsau leszármazottai, az ismaeliták, akik Ismael leszármazottai, a moábiták és a hagarénusok. Moab és Ammon, az ammoniták, ugye Lót leszármazottjai a két lányától. A gebaliták, ez ugye Biblos, mint a bibliai neve Gebal, az amalekiták, a filiszteusok Tírus lakosaival együtt. Tírus pedig a másik legfontosabb város volt Biblos mellett és Szidon mellett. A filiszteusok pedig a föníciaiak, akiket ugye a görögök később átneveztek, meg össze-vissza neveztek mindenkit, de a lényeg az, hogy erről a területről van szó. Ezek az emberek, akik összeesküvéseket szőttek Jahua és az ő népe ellen. Ezek pogány népek voltak, akiket Jahua gyűlölt azért, amilyen életmódot folytattak. Honnan tudjuk? Például Semot 17, és mondd a Jahua Mosénak, írd meg ezt emlékezetül könyvbe, és add tudtára Jahusának vagy Józsuének, hogy mindenestől eltörlöm Amalek emlékezetét az ég alól. Az amalekiták pedig az ő leszármazottjai. Azt is tudjuk, hogy Moab és Ammon sem volt igazából Jahuának a szíve csücske. Ezt onnan tudjuk, hogy Debarim 23-as fejezetben így ír: az ammoniták és a moabiták se menjenek be Jahuának községébe, még tizedízig se menjenek be Jahuának községébe, soha örökké. Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Egyiptomból, vagy Micraimból, és mivel, hogy felbérlette ellened Bálámot, Beor fiát, a mezopotámia beli Petorból valót, hogy megátkozzon téged. Hatos, ne keresd az ő békességüket és az ő javokat teljes életedben soha. Tírusról már volt szó, a filiszteusokról, az ammonitákról, az amalekitákról, moabitákról, az edomitákról. Tudjuk, hogy örökké ellenségesek voltak Izraellel, ugyanúgy, ahogy Ismael, akik a mai arabok, akik szintén, és a gebaliták ezekhez csatlakoztak. Gebál pedig nem más, mint Biblos régi neve. Láthatjuk, hogy amennyiben kutatunk azért az írásról és az írásból, rengeteg információt megtudunk. Szóval ha tudjuk, hogy Biblos Gebál volt az írásban, akkor érdekes az, ami Hezikiel ír Tírus
ítéletéről, és mondja Tírusnak, ki lakol a tenger rév helyein. Ugye már olvastuk a 26-os fejezetet a múltkor. Nézzük meg ezt. Ki a népek között kereskedik sok sziget felé, így szól Jahó Elohim, ó Tírus, te ezt mondtad, én tökéletes szépségben vagyok. Tengerek szívében vannak határaid, építőid tökéletessé tették szépségedet. Ugyanúgy, ahogy Babilonról és annak ítéletéről ír, ugyanígy beszél Tírusról. Nézzük meg, mit ír. Egyiptomi hímes fehér gyolcs vala vitorlát, hogy legyen zászlód. Elisának szigeteiről való kék-piros bíbor volt borítékja. Mitzraim, azaz Egyiptommal való kereskedelmi kapcsolatáról, ennek a területnek már beszéltünk számtalanszor, ez Tírus, ne felejtsétek el, Sidon és Árvád lakói voltak evezőid, te bölcseid, ó Tírus, kik benned valának, azok voltak kormányosaid. Azaz Sidon és Árvád lakóit említi meg, akik evezőként működtek. És az ő bölcsei, a tírusi bölcsek voltak a kormányosa, azaz egy régióról beszél, hiszen az evező hozzátartozik a hajóról. Gebál vénei és bölcsei voltak benned, kik hasadékaidat javítgatták, a tenger minden hajó és hajósa volt benned, hogy kicseréljék áruidat. Azaz Gebál bölcsei együtt működtek ezzel a másik három várossal. Sidon, Árvád volt az evező, az ő bölcsei voltak a kormányosa, és Gebál vénei és bölcsei voltak benne, akik javítgatták ezt a hajót. Ez a négy város, pontosan az a négy város, amit a Wikipédia említett, ha emlékeztek, hogy a perzsa időszak alatt a perzsák elfoglalták. Byblosz, azaz Gebál volt a negyedik város ezek közül, az első három pedig Sidon, Tírus és Árvád. Ugyanúgy, ahogy a modern Babilon, azaz az Amerikai Egyesült Államok és az akkori Babilon, ugyanúgy Tírus is hasonló problémákkal küzdött, illetve hasonló bűnöket követett el, hogy megfertőzte az egész világot. Felsorolja mindazokat ebben a versben, akikkel kapcsolatban áll. Senir, Basán, Egyiptom, Sidon, Árvád, Tírus, Gebá voltak a fő kolomposok. Ugye ők voltak azok, akik ezen a területen a leghíresebb városok voltak, aki Fönícia központjai voltak, ez a négy város. Ezek azok, akik az egész világot megfertőzték. Perzsákat és lídiaiakat és líbiaiakat. Ismét megemlíti Árvád fiait. Tarsis, Jáván, Tubá, Mések, Togarma, Dedán, Árám, Júda és Izrael, szintén Damaszkusz, ez a Szíria, Vedán, Jáván, ezek azt hiszem Jáfát leszármazottja, Dedán, Arábia, Kédár, Séba, Raima, Harán, Kane, Éden, mindenkit, az egész világot megfertőz ezekkel. Nem csak arról beszél, hogy kereskedik velük, hanem arról, hogy elterjeszti ezeket a pogány eszméket és tradíciókat. És így fejezi be. Kiszállnak hajóiból mindnyájan, kik az evezőt fogják, hajósok, a tengernek minden kormányosi és szárazföldre lépnek, és hallatják fölöttet hangjokat, és keservesen kiáltanak, sporthintenek fejükre, hamuban fetregnek, azaz gyászolnak, kopaszra nyiratkoznak miattad, zsákba övezkednek, azaz öltöznek, és sírnak feletted lelki keserűségben, keserves sírással. És kezdenek fölötted fájdalmukban gyász éneket, és így énekelnek rólad. Ki volt olyan, mint Tírus, mely mint temető a tenger közepette? Most. Mikor kimennek vala áruid a tengerekből, sok népet megelégítél gazdagságod és csereáruid sokaságával meggazdagítál a földnek királyt, ugyanúgy, ahogy Babilon is, aki paráználkodik a földnek királyával. Most összeomlottál a tengerekről le a vizek mélységébe, csereáruid és egész sokaságod benned elsüllyedt. A szigetek minden lakosai elborzadnak miattad, és királyok iszonyodva, megiszonyodnak, arcaik rángatóznak. Ugyanúgy, ahogy mondja, hogy Babilonra is eljön az ítélet, és mindenki azt fogja szemlélni majd, hogy hogyan lehet az, hogy azt hitték, hogy legyőzhetetlen és egy óra alatt eltűnik. A népek közt való kereskedők fütyölnek feletted, rémségessé lettél, és többé örökké nem leszel. Ugyanúgy,
ahogy a kereskedők majd Babilon fölött is sírnak, hiszen meggazdagította az egész világot. Úgyhogy Tírus a előképe Babilonnak, illetve a modern Babilonnak, az Amerikai Egyesült Államoknak és annak pusztulásának, de ez egy másik történet. Arról beszél a Britannica Enciklopédia, hogy ez a világ egyik legrégebben alapított városa, ami folyamatosan be volt népesítve, egészen a kezdetektől fogva. A történelme visszanyúlik egészen a kezdetekig, természetesen az ő dátumaik valamivel eltérnek a valóságtól, de ez mindegy is igazából. Egyiptom összeomlása után az új királyság idején, ugye erről is volt szó, a 11. században időszámításuk előtt Byblos a föníciai birodalomnak a legjelentősebb városa volt. A UNESCO-val való kapcsolatról már volt szó, és világörökség része lett 1984-ben Byblos városa. Még annyit, hogy Tírus átvette a vezető szerepet időszámításunk előtt 10. században és a körül Föníciám belül. És azután már Byblos nem is nyerte vissza a korábbi jelentőségét. Hogy Byblost lezárjuk, nézzük meg Byblos uralkodóinak listáját, amely ugye természetesen azt tudjuk, hogy Gubá vagy Gubla volt eredetileg a neve. 2050-ig megy vissza, amikor is elkezdődik ez a lista, azonban érdekessé 1075 körül válik, amikor is Zakar Baal lesz az uralkodó, és onnantól kezdve Abi Baal, Eli Baal, Sipit Baal, és utána még jó néhány Baal nevű uralkodó előfordul. Baal azért érdekes, mert Baal 106 alkalommal fordul elő az írás során. Baal jelentése a héberben úr. Baal három karakterből áll, Bet, Ain, Lamed, és jelentése úr. Ami mellesleg egy férfi istenség a föníciaiak, illetve a kánánitáknak az istensége. Azaz pontosan az a terület, amiről szó van. Byblos a központjában. Byblos ugye föníciai, illetve kánán a vallási fővárosa volt hosszú-hosszú időn át az egyik legrégebbi pogány város és település. És ha visszaemlékeztek, Baal volt az, aki Jamba harcolt, a két hatalmaság, a két istenség harca. Baal számukra a pozitív volt, hiszen Horusszal hasonlították össze, Jam pedig Settel, vagy Szettel, és Baal volt a mennyek istene, míg Jam volt a tengerek istene, és a kettőnek a harcáról beszélt, tehát Baal, akit az írás mindannyiszor negatív értelemben használ, ő a föníciaiak számára egy pozitív karakter volt, úgyhogy remélem, hogy kezd összeállni a kép mindenki számára, hogy miért is tettünk ekkora kerülőt Byblos körül, és miért is így közelítettük meg, ugyanis rengeteg információ van, amit az ember össze tud gyűjteni. És minél többet tud, annál közelebb itt a valósághoz. Nézzük meg néhány példát Baalról. Ez Bamibar 22.41, reggel pedig magához vevé Balak, Balámot, felvé őt Baal magas hegyére, hogy meglássa onnét a népek valami részét. Ugye Baalnak hegyeket építettek, míg Asheráknak, vagy Asherotnak, vagy Istárnak, vagy Easternek, vagy a húsvét istenének pedig ezeket a ligeteket. Ezért is érdekes, amit a rómaiak csináltak, ha visszaemlékeztek, templomokat építettek, fürdőket és ligeteket. Ugyanis ez a pogány tradíció végvonul az egész emberiségen. Ez pedig ugye Moab és Amon, amikor meg akarják átkozni Jisrael népét Balám segítségével. De nézzünk meg még néhány verset Baalról. Ez Bírák könyve, Sofatim, második fejezet 11,
És gonoszul cselekedtek a Izrael fiai a Huának szemei előtt, mert a Beáloknak szolgáltak. Beál mellesleg gyűjtő neve volt mindenféle pogány istenségeknek, és ő volt a kánániták, vagyis a föníciaiak fő istensége. Ugyanitt a 13-as is elhagyták Jahuát és szolgáltak Baálnak és Astarotnak, Astarotról még lesz szó később. Ugye Baál a férfi, Astarot pedig a női megfelelője. Ezután Sofatim 3.7. Gonoszul cselekedtek Izrael fiai Jahua személy előtt, elfelejtkezének Jahuáról, az ő hatalmasságról, és Baáloknak és Aseráknak szolgáltak. Úgyhogy ez egyáltalán nem volt egy jó dolog. Ugyanitt 6.25. Lőn ugyanazon éjjel, hogy mondta, hogy a Jahua néki védj egy túlkot atyának ökrei közül, és egy másik túlkot, mely 7 éves, és roncs le a Beál oltárát, amely a te atyádé, és a berket, amely amellett van. Vágd ki! Az oltár, az, amit kezek formálnak, az egy utálatosság Jahua előtt. Megmondta azt is, hogy ne faragd a kezeddel az oltár, és ne vezessen fel az oltárhoz lépcső, mert ez egy utálatosság számára. Ezek az emberek pontosan ezt csinálták, oltárokat építettek, faragtak és magasatokat emeltek, beállnak. Illetve a berket pedig Aseráknak építették, aki ugye az Istár volt, ami csillagot jelent a Héberben. A kereszténység, különösen a katolikus vonulat, ezeknek a pogány hagyományoknak a tovább élése, az összes napra utaló szimbolikával, mindenféle faragott dolgokkal, az oltárokkal, csillagokkal, keresztekkel, mind-mind visszavezethető egészen a kezdetek kezdetéig. Ezek azok a dolgok, melyeket utál Jahua. Egy királyok 16.31, azaz Melakim Alef, így szól, mert nem elégedik meg azzal, hogy Jeroboámnak a Nébát fiának bűneiben járjon, ez ugye Áház, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Etbálnak, a Sidonbeli királynak lányát, és elmenvén Beálnak szolgála, és meghajta magát annak. Emlékezzük vissza, hogy Sidon, Tírus és Byblosz volt az a három jelentős föníciai város, amiről említést tett szinte mindegyik dokumentum eddig. Ugyanitt Aház oltárt emele Baálnak a Baál házában, melyet Samáriában épített, azaz elterjesztette ezt a pogány hagyományt mindenfelé a föníciai birodalom, különösképpen Byblosz, ami ennek volt a vallási központja, illetve Sidon és Tírus, melyek később felváltották. Melekim Alef 18-as fejezet, és végül is Eliyahu Illés története pedig arról szól, hogy hogyan állítja vissza Jahua nevét Beállal szemben. Ezt olvashatjátok, hogyha ha megnézitek a 18-as fejezetet. Most azért küldje, gyűjts hozzám az egész Izraelt, a Kármel hegyre és a Baal 450 profétáit, és Aserának 400 profétáit, kit Jézabel asztaláról élnek. Láthatjuk azt, hogy ahogyan korábban olvastuk, Byblosban Baal és Asherah volt a két fő istenség, az egyik a férfi, a másik a női, de erről is lesz szó még a későbbiekben. Ezeknek vége hossza nincs, ezeknek az idézeteknek, ahol Baal, mint negatív karakter szerepel, úgyhogy aki ennek utána akar nézni, rengeteg példát fog erre találni. Én nem fogok már többel foglalkozni, mert az idő szorít, és másra is szeretnék foglalkozni, úgyhogy ezzel kapcsolatban Byblost befejeztük, és rá fogunk térni, és megvizsgáljuk ezeket az istenségeket, úgymond a későbbiekben. Remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!